thick left liner for the Caracres. One, nagyon sok szeretettel köszöntöm az Eurosport nézőit, Magyar Bencét hallják. Csehországban vagyunk, a Barum Rally következik két morvás futam után, tehát ismét aszfalton is. Ráadásul a Barum ugye egy olyan verseny, ami 2007 óta szerepel az IRC naptárában, tehát azt mondhatjuk, hogy IRC léptékkel mérve már hagyományos, hogy Csehországban is összecsap a mezőny. Itt láttuk közben az Linz környéki pályák, hol helyezkednek el. Hát nagyon izgalmas napnak nézünk elébe. Tegnap már lezajlott a prológ, vagy szuper speciális, ami egyébként beleszámít az értékelésbe, tehát a verseny értékelésével közel 10 kilométeres volt a városi gyors. A helyszíni jelentések szerint, mert hogy elég sok emberrel beszélgettem, akik ott vannak és figyelik, hogy mi történik, nagyon-nagyon jó hangulatú verseny volt, egyedül egy pici közjáték volt, az egyik nézőthöz kellett hívni egy mentőt, és akkor állt meg a verseny egy rövid időre, de egyébként fantasztikus volt a hangulat az eső ellenére is. Jelen pillanatban egyébként nem esik az eső, legalábbis ezt írják a kollégák, és kezd száradni a pálya, a Slusovice lesz ugye nekünk, amit most megmutatnak. Onnan a helyszínről, itt pedig látjuk a pontverseny állását. Mikkelsen, Kopecky, Henninen, Wigand, ők egyébként négyen itt lesznek, és neveztek a versenyt. Tegnap némi meglepetésre Kostka volt a leggyorsabb az IRC értékelésben, az IRC-n kívüli értékelésben pedig Václav Pech, ő ugye minivel megy, így nem szerez pontot az IRC-ben, és nem értékelik, vagy nem is fogjuk sajnos mutatni, illetve nem fogják mutatni őt a kollégák, mert hogy a Mini ugye nem regisztrálta magát a gyártói küzdelemre, úgyhogy aki Minivel próbálkozik IRC futamon, hát az sajnos pontot nem fog kapni, de a Barum Rally nem csak IRC futam, hanem Európa bajnoki futam is, úgyhogy abban az értékelésben viszont nyilván jár majd a pont Václav Pechnek, hogyha olyan helyen zár. Jan Kopeckit látjuk, hát mindenképpen ráfigyel a legtöbb cseh néző, cseh szurkoló. De 2009-ben és 2011-ben is győzni tudott, és ráadásul megszerezheti a cseh bajnoki címet itt ezen a versenyen. Ugye nagyon nagy önbizalomra van szükség, és jó összhangra az autóval, autóddal, ezt mondja Jan Kopecky, és nagyon jól kell együtt dolgozni a navigátorra, ugye ezek nem annyira a Barum Rallyra vonatkoznak kizárólag. Én azt gondolom, hanem ez bármelyik rally versenyre elmondható, hogy pedig Juho Henninent halljuk. Tavaly azt hittem, hogy meg tudom nyerni, harmadik helyen álltam. Aztán voltam második is. Jobb, hogyha nem is mondunk semmit itt a verseny előtt. Egyszerűen egy jó autóra van szükség, és azzal kell jól menni a pályákon. Aztán itt van Mikkelsen, ugye a címvédő bajnoka az IRC-nek. Soha nem nyert még aszfalton, és a skodások között nagy csatára számíthatunk. Itt van Jan, itt van Juho is, tudom, hogy elég nagy csata lesz közöttünk. Megjósolhatatlan, hogy milyen időjárás lesz majd, és ezért a gumiválasztás különösen fontos. Itt van Patrick Flodin, Romániában szerezte meg első dobogós helyezését itt az IRC-ben, és azt is tudjuk róla, hogy nem annyira az aszfalt szerelmese, de hát talán a változó időjárás azért neki segíthet. Vannak részek a gyorsasági szakaszon, amelyek erdőben zajlanak, ahol a nap nem tudja szárítani olyan gyorsan az aszfaltot, és hogyha eső lesz, akkor szerintem ott sosem fog felszáradni, legalábbis a verseny alatt nem. Számítok még nagyon sok kihordásra az úton, úgyhogy nagyon nehéz lesz, mondja Patrick Flodin. És hát itt vannak a tegnapi szuper speciális képei, Jan Kopecky. Aztán Juho Henninen képernyőre kerül egyébként. Kostka ugye volt a legjobb, Kopecky a második helyen zárt, Henninen az ötödik lett, Mikkelsen pedig elgomizta magát, száraz aszfaltra való gumikat tett föl, ugyanis
míg a többiek intermediát gumikkal próbálkoztak, és csak a hetedik helyen zárt. Na, itt van a mai program, a Slushovice, az a gyorsasági szakasz, amelyet bekameráztak a kollégák, és kétszer jönnek el majd itt. Ez egyébként nem annyira rally pálya, sokkal inkább hasonlít pályaversenyzéshez, de hát ettől függetlenül azért elég komoly csatára számíthatok. Ugye nem könnyű a feladat, legalábbis televíziós szempontból, mert itt a Barom-Rali nagyon sok olyan gyorsasági van, ami tényleg az erdőben megy, és az erdőből ugye egyrészt a fedélzeti kamerák képe nem jut fel a műholdra, másrészt meg a helikopter sem tud bekukucskálni a fák alá, szóval közvetítés szempontjából jó az, hogy a Slushovice visszakerült hosszú idő után ismét a Barom-Rali útvonalába. Itt van az állás, Kopecky 3-ra van Kostkától, aztán ott van az Irbarabo. Orsák fantasztikusan versenyzett, ugye a legjobb N-csoportos pilóta volt Jaroszláv Orsák, és ugye ő még kihagyta a shakedown-t is, abszolút fekete ló volt, nem lehetett tudni, hogy mire számíthatunk tőle. Na, itt van a Slushovice pálya, egy ekkori termelőszövetkezett területét is igénybe veszik, és nem messze innen még az Átkosban az Audinak volt egy tesztpályája, egy tesztútja itt Csehországban. Hát meglátjuk majd, hogy milyen lesz ez a pálya. Az biztos, hogy a legtöbb versenyzőnek új, ez ugyanis most már jó néhány éve nem szerepelt a programban, most idén került vissza. És akkor jó a Henninen, aki egyes rajtszámmal jön majd, szóval ő gurul be az idő ellenőrzőre, és ott valahol elől lesz a rajt. Addig mi elmegyünk reklámozni, és jövünk vissza, mire Henninen rajtol. Henninen, hogyha minden igaz, akkor már a rajtban áll, és akkor még annyit gyorsan elmondok, hogy 16 km hosszú egyébként ez a gyorsasági szakasz. Itt látjuk a rajtlistát, 2 perc rajtal, majd az első 10, egészen biztosan, aztán hogy hátrébb mi lesz, azt nem tudom, de az első 10-ben egészen biztosan 2 percre jönnek, majd Kopecky, után Mikkelsen, Flodin, Wiegand, Kresta, Gonyon, Kruda, Aigner és Tarabus. Ez egyébként nem tükrözi a tegnapi szuper speciális végeredményét. Ott gurult be Václav Pech, akit ezek szerint nem nagyon fogunk látni. Ezt nagyon-nagyon sajnálom. Még egy hír, hogy Valusek Peugeot-jában meghibásodott a motor, úgyhogy ő nem fog ma elrajtolni egészen biztosan. Annyi még Flodinról, hogy generátort cseréltek a reggeli 4 órás Service Parkban a Petter Solberg Motorsport szerelői. És hogyha minden igaz, akkor itt pillanatokon belül elrajtol majd Juho Henninen. Jobbra látjuk a lámpát. Pici csúszás, vagy miért? Ezt nem pontosan tudom. Nyitva van ugye Henninen autóján az ajtó, Henninen ajtaja. Ugye természetesen független attól, hogy nem süt annyira a nap, így ez csak annyit jelent, hogy kevésbé nagy a forróság az autóban, de attól még forróság van. Ilyenkor szellőzteti a pilóta, hogyha tudja, hogy még van ideje itt a rajtban. Ez ugye nem jó, mert hogy esőben és vizes pályán is szükség van a meleg gumikra, és Henninenék is, mint ahogy mindenki más, nyilván melegítette a gumit idefele jövet, és ilyenkor a nagy várakozásban, nagy állásban visszahűlnek az abroncsok, ez természetesen egyformán sújt mindenkit, úgyhogy különösebb probléma nincs ezzel, és akkor ha már várakozunk, és várjuk az információt, hogy mi is egészen pontosan a probléma, akkor gyorsan elmondom azt, hogy hogyan állnak a magyarok, és kik vannak ott jelen pillanatban. A legjobb helyen, az abszolút 27-en, Rongics Attila Tóth Zsolttal, egy Mitsubishi Lancer Evo 9-essel zárták a tegnapi
éjszakai gyorsot, aztán Matics Mihály és Vicena Gábor szintén egy Evo 9-es Lancerrel, a 39-ek, ami az abszolútot illeti, a kategóriában egyébként a 17-ek, Matics Misiék, aztán itt vannak a kétkerekes magyarok, akik kétkerék meghajtású kategóriában érdekeltek, a abszolút 48. kategória 8. helyen Pénzes Zsolt és Kerekes József, és közben elrajtol akkor Heninen. Szóval Pénzesék a 48. a Krózserék 2 másodperccel van a Pénzesék mögött, kategóriájuk 9. helyén, és Lukács Kornél, Mesterházi Márk az abszolút 74. és a 6-os kategória 12. helyén állnak. És akkor most már nézzük azt, hogy mit csinál Juho Henninen, és egy kicsit ismerkedhetünk a pályával. Hát valóban azért köszönhetően annak, hogy viszonylag nyílt a terep, amit elég sokat száradt a pálya. Oikealla. 2011-ben, azaz tavaly megnyerte az SVRC-t, a Super 2000-es autók világbajnokságát Juho Henninen. 2010-ben IRC-ben volt bajnok, pedig leginkább Európa bajnok szeretne lenni, ami azt hiszem, nem sem emlékszem utána, de szerintem az már megvan neki. Oikein K, 7. Hidasvasen tosiahdas risteys ja oikein miinus leikkaa, 3. Oikein tiukka tosiahdas tunneli, 3. Nyt puhutaan vasen K, 4. Vasen pitkä ahdas röykky ja vasen K vähän sisältä, 3. Oikein K, huomio 4. Oikein nopea tosiahdas. Annyi érdekesség még egyébként, hogy az egyik helyi étterem egy sült malacot ajánlott fel annak, aki a legnagyobbat tudja ugratni itt ezen a gyorsaságén. Hogy melyik ugrat van, azt pontosan nem tudom, de hát azt gondolom, hogy majd észre fogjuk venni. Ez ilyen gyár udvarokon tartott, hogy nem tudom, TS hívja, hogy hívjuk, szóval az ilyen prologoknak, illetve ilyen gyorsaságoknak ugye az a legnagyobb hátulütője, hogy itt azért hétköznap nem jár annyi autó, mint mondjuk egy bármilyen úton, egy bármilyen közforgalmú úton, úgyhogy az átlagosnál is koszosabb lehet a pálya, ami azért a vízzel keveredve eléggé meg tudja tréfálni a versenyzőket. Itt mondjuk a lóversenypálya mellett, és most egy nagyon száraz részen jön Henninen, azért ott az épületek között elég sok helyen volt a víz, lassító. És akkor ki a faluba, úgy nézem. Igen, ott vasen helppo 6, huomio vasen plus 6, varojarru hiakkaa, hidas oikeen, 3. Ez van, megjött az információ, hogy miért is volt a csúszás, a nullás autónak volt valamilyen problémája, vagy éppen közölni valója. 200. Úgyhogy semmi komoly. Vasemmalle jarru hiakkaa. És itt kezdődik újra a kör. Most lehetett látni egy pillanatra, hogy jön vissza Henninen, ahonnan rajtolt Kopecky a rajtban. És akkor mehet Henninen után. Hát ez jó, jó ez a kör gyors, azért én azt gondolom, hogy még akár itt utolérjéseknek, esetleg előzéseknek is lehetünk szemtanulni, ami azért rally versenyen meglehetősen ritka, szinte kizárólag a körgyorsaságig jellemzője. Henninen már elment, úgyhogy nem tudom, hogy látunk-e majd részidőket. Az biztos, hogy Henninen akkorát nem hibázott, ami
miatt esetleg Kopecky utolérhetné. Hát Kopecky kapni fogja a bíztatást, ez egészen biztos, mert nagyon-nagyon népszerű. Természetesen itt Zrin környékén, már csak azért is, mert cseh, meg azért, mert nagyon-nagyon gyors fiú. Nem mondhatni szerencsésnek, hogy az utóbbi három esztendőben második helyen végzett a bajnokságban. Nem akarom azt mondani rá, hogy örök második, de hát nehéz azért más jelzővel illetni őt. Kétszer nyert már Barum Rallyt, és tényleg igyekszik majd kihasználni a hazai pálya nyújtotta előnyöket. Ő azért szokva van az ilyen körülményekhez. Ugye a cseh bajnokságban nincsenek murva versenyek, ott azért érezhető tapasztalat hiánya küszködik Kopecky. Ez viszont abszolút az ő terepe. Idén elsősorban a cseh bajnokságra összpontosít Jan Kopecky, néhány IRC versenyen azért ott volt. És Mikkelsen a rajtban közben. 10 másodperc múlva jöhet a norvég is. Na, hát beragadt András Mikkelsen eléggé a rajtnál, kicsit elbambult a norvég. Nagyon-nagyon kellene András Mikkelsennek már az aszfaltos győzelem, mert gyakorlatilag nem is tudom mióta ugye ezt latolgatják az újságírók, meg a szurkolók, hogy vajon mikor tudja megszerezni élet első sikerét aszfalton. Ugye ott volt az a rossz emlékű Targa Florio, de hát azt azért ne számoljuk annak, egy igazi aszfaltversenyt kellene megnyerni a Mikkelsennek, és egyébként ha valahol, akkor itt Zlin környékén teljesen otthon érezheti magát. Ez az a verseny, amelyet a legtöbbször teljesített itt az IRC-ben András Mikkelsen, és tényleg ismeri a pályákat. Én azt gondolom, hogy ugye ő nem a gyári Skoda alakulat színeiben versenyez, hanem a Skoda Motorsport Itália versenyzője, de hát tudjuk, hogy az autója az teljesen gyári, minden támogatást és minden fejlesztést azonnal megkap András Mikkelsen, itt közben Henninent látjuk a pályának egy olyan részén, amit még eddig nem mutattak nekünk. Szóval Mikkelsennek minden esélye megvan arra, hogy itt Csehországban esetleg nyerjen egyet. Mondjuk nem volt a legjobb kezdet a tegnapi rossz gumi választás ott az éjszakai városi gyorsasági szakaszon, mert hogy azonnal kapott is 14 másodpercet. És hát nagy kérdés, hogy olyan Kostka hogyan tud sáfárkodni ezzel az előnyével, még hogyha csak 3 másodperc is az előnye, de mindenképpen jó kezdett Tomás Kostkától. Nincs több fokozat. Már nem volt hova váltani Henninennek. Egyébként Kozna falu felé megy majd tovább. A gyorsaság, én azt gondolom, hogy ez már a Sósovice-Kozna közötti út lehet. Szabályzáson, ahogy azt illik, és ahogy azt megszokhattuk egyébként a Super 2000-eseknél. Ugye ezek az autóknak olyan 170-180 km/h a végsebessége, és hogyha azt elérik, akkor onnan már nem nagyon tud felváltani a pilóta. És ott látjuk, hogy azért jó néhány helyen vizes még az út, a fák, amelyek benyúlnak az út fölé, hiába nem esik az eső, azért a fák leveleiről a nedvesség, ez folyamatosan csöpög és áztatja az aszfaltot. Itt még ez nem is annyira
jelent nagy veszély, de vannak más gyorsaságik, amelyek szinte teljes egészében az erdőben zajlanak, hát ott, hogy mi várja a mezőnyt, az szinte megjósolhatatlan. Nyilván az élmenőknek, mert ott vannak az embereik a csapatból, a gyorsokon is figyelik azt, hogy mi történik, hogyan változnak a körülmények, azt gondolom a Poznába érkeztünk meg közben, és tájékoztatják a csapatot arról, hogy mi várja majd a versenyzőket. Itt, ahol nincsenek fák, vagy nem lógnak be az út fölé a fák, itt teljesen száraz már a pálya. A tegnapi, meg az éjszakai nagy esőzések után. Ó, te jó ég. Én hallottuk egy pillanatra, hogy Henninen is megszólal finnül értők előnyben. Azt gondolom, hogy ott valami kis változtatást kellett beírni az itinerbe, és közben érkezik Henninen a célba. Ez lesz az alapidőn 10.35.9. Henninen ideje. No, legalább megvan az alapidőnk. Mikor Markula kiadja a menetlevelet, Henninen meg elkezd vetkőzni. Halljuk, hogy hogyan értékeli a fényt. Milyen volt a gyors? Sokkal szárazabb, mint amire számítottunk. És az autó... Quite interesting start for the rally, you know. The weather was a little bit different what we expected, so so dry the states and now tires are. Oh, we'll see, but yeah, nah, I think it won't be much easier for the other guys. But now the next one, and it's that is stage. Szóval azt mondta, hogy az autó beállításait volt megelégedve, mert hogy ugye ők sokkal nedvesebb körülményekre számítottak. A gumik valószínűleg nagyon-nagyon sokat kaptak, és hát nagyon kíváncsi arra, hogy a következő gyorsasági mi fogadja majd, mert hogy az egy valódi, igazi gyorsasági szakasz, az 18,5 km hosszú, úgyhogy hát meglátjuk, Henninen nem volt elégedetlen, de túlságosan boldog sem. Na nézzük Kopeckit! Elég óvatos féktávnak tűnt itt. Úgy összességében egyébként, amit eddig láttunk Kopeckiből, úgy tűnik, mintha nem igyekezne annyira, mint Henninen. Lehet persze, hogy próbálja beosztani a gumikat, ő van itthon, tényleg ő tudja azt, hogy hogy milyen versenyzés, milyen vezetés technikára van szükség, lehet, hogy neki lesz igaza. Teljesen tövön, hát ott majd a mezőny vége felé már azért lesznek meglepetések a kihordások miatt. Megérkezik Poznába. Horizont 50, levá 2 drž, 100, levá 2
široká, 20 pravá, 6 minus úzká. 40, levá 5 plus odboč. 40, levá 2 přes horizont drž. 124, do levé 2 výjezd cíl 200. Hát nagyon kikap Kopecky. 10.54.2. 10.54. Szemre is ugye lehetett látni ott, hogy tényleg nagyon óvatosra veszi a féktávokat. Nem tudom, kíváncsi vagyok, mit mond. Hát ez aránytalanul nagy különbség. Néhány tized, vagy néhány másodperc ide vagy oda, az nem számítanak különösebben, de hát ez sok, ez majdnem 20. De sokkal szárazabb volt a pálya valószínűleg, mint amire számítottál, igaz? Thank you. Különösebben nem aggódik, vagy nem tűnik megviselnek ilyen Kopecky, azt mondja ő is, hogy egész éjjel meg még reggel is esett az eső, most pedig a gyorsok teljesen száraz, illetve a pálya teljesen száraz volt. Mit tehetnénk, meglátjuk, hogy tudunk-e fejlődni. A lényeg, hogy az autót az úton tartsuk. Érkezik Mikkelsen a faluban, és akkor innen jön az a tempós szakasz, majdnem végig szabályzáson. Tehát az eddigi legjobb idő, meglátjuk, hogy András Mikkelsen mit tud. Ő azért jön egyfajta tempót, és ez rendben is lesz szerintem. Kikap ugyan Henninentől Mikkelsen. Henninen nagyon jó időt jött. 10.42.5 Mikkelsen. Tiden var 10.41. 6,6 másodperc. Hát nem tudott azért faragni a hátrányából. Itt az első gyorson még András Mikkelsen nézegetik ezen a futóművet. Vajon milyen furcsaságot érezhetett, talán elmondja nekünk. Patrick Flodin autójában ülünk közben. Nem, itt te vagy a második leggyorsabb. A teljesen rossz gumit választottunk megint. Próbáltam olyan óvatosan és olyan finoman vezetni, amilyen finoman csak tudok, hogy megóvjam a gumik állapotát. Hát nem boldog Mikkelsen, se elég sokakat becsaphatott itt az időjárás. Valószínűleg nagyon gyorsan, nagyon gyors ütemben szállott a pálya, mert hogy reggel még tényleg esőt jelentettek innen Zlin környékéről. És akkor nézzük Patrick Flodint, aki tehát Romániában a Seven Rallyn megszerezte élete első dobogós helyezését itt az IRC-ben, és Petter Solberg csapatában versenyzik. Petter Solberg egyébként a jövő nagy ígéretének tartja Patrick Flodint. Hát neki ott kéne lenni a legjobb 6-7 versenyző között itt a végelszámolásnál. Ez már azt gondolom, hogy siker lenne, egy dobogó pedig egészen kiugró és parádés teljesítmény Flodintól. Mindentől viszont, innen még sok van azért. Ez valahol egyébként úgy Kopecky ideje mögött lesz majd. A környékén 54 volt Kopecky. Jönnek a kvadosok közben, hát 55-3 nagyjából azt jött Flodin, mint amit ilyen Kopecky is. 54-2 volt Kopecky, 55-3 Patrick Flodin. És kisütött a nap közben, ezt látjuk a baloldali képen, a nagy képen, Sepp Wiegand fedélzeti kamerájából.
úgyhogy a száradás az, az még jobban fel fog gyorsulni. Azok, akik ki intermédiával jöttek ki a szervizből, nem biztos, hogy jól döntöttek. It was better for me because it was quite dry. And actually I was enjoying to drive with these intermediate tires because the car is sliding. Ugye ő is azt mondja, hogy az intermédiák gumikat tette föl, és emiatt nagyon-nagyon sokat csúszkál. Az úton is közben. És közben jönnek az infók a helyszínről, amit Bertram Miklósnak köszönök szépen. Heminemnek vágott slickek voltak fönt, két pótkerékkel ment. Mikkelsen intermediate gumikkal jött, egy pótkerékkel, Kopecky pedig esőgumikon jött ki, két pótkerékkel. Az idők alapján tehát el lehet mondani, hogy Heminen szlikjei abszolút működtek. Nem köszönöm szépen a vrchírek.hu minden esélynek és tulajdonosának ezt az SMS-t. És akkor nézzük Wigand vajon mit tud. Hát ő itt nagyon-nagyon óvatosan kezd. Szerintem Wigandnek ez az első barumralia. Nyilván nem szeretné rögtön az első gyorsasági szakaszon összetörni az autót. Ez egy nagyon óvatos kezdés. Nagyon visszafogott kezdés Seth Wigandtől. Fél percet kap jó Heminentől. Hallgassuk, hogy Wigand vajon mond-e valamit, közben Roman Cresta fedélzeti kameráját. Láthatjuk. Seb, it looks like it was a difficult start to the day. Talk us through it. Yeah, it was difficult. I think I was too slow, so I have to go faster, a little bit more risk. Több kockázatot kell vállalnia. Yeah, szárazabb a pálya, mint amire számítottál. Igen, de azért néhány helyen sárosabb is. Legközelebb, a következő alkalommal gyorsabbnom kell, mondja Seth Wigand, nagyon önkritikusan és nagyon helyesen. Most Cresta is sokat fog kapni Heminentől. Lehet, hogy Heninen az egyetlen, aki bevállalta a slickeket az első. Egyetlen mondjuk úgy inkább, hogy az esélyes autók közül. Kopeckinél jobb Cresta. Ez a harmadik idő az övé, ugye csak Mikkelsen és Heninen tudták őt megelőzni. Roman Cresta és Petr Kross tehát. Egy harmadik idővel, eddig harmadik idővel, mert azért jönnek még ám, jön Florian Gonyol, aki egy Peugeot-val érkezik majd, egy Valusek nem jön. Gonyol után kellett volna neki Karl Kruda. Meglátjuk, hogy ő mit tud. Na, itt van Florian Gonyol a Saint-Élieu Peugeot-val. Roman, third fastest through there, are you happy? Elégedett vagy ezzel a harmadik idővel? Nagyon nehéz volt a gumiválasztás eddig. Most nem tudunk mit csinálni, ez egy kompromisszum, meglátjuk, hogy hát, hogyha a következő gyorsan működik majd, mondja Roman Cresta. És akkor nézzük, Gonyol mit tud, őt ugye láthattuk már itt az IRC-ben nem is egyszer, még Subaru-val vitézkedni az N-csoportos bajnoki címért küzdött sokáig, most már váltott Super 2000-esre. Gauche 1, Javier.
Hát Bonyon is egyelőre tanulja még az autót. És hát nem ez lesz az az idő, amivel a táblázat elejére ugrik Florian Gonyon. Ő is több mint fél percet kap Henninentől. Hát Henninen, ahhoz képest, hogy mosolyogva, fejcsóválva nyilatkozott a gyorsasági végén, eddig úgy tűnik, hogy ő és Mikkelsen egy kicsit kilógnak ebből a mezőnyből fölfelé. Carl Kruda, no, előkerült az ész Tinink is. Itt tavaly egész sokat láttuk versenyezni, azt hiszem, hogy 26 vagy 27 versenyen indult 2011-ben Kruda, mert idén le kellett érettségiznie. Papa nem engedte, hogy ennyi versenyen részt vehessen. Egyelőre még, hát ezt mondtál egyébként, hogy tanuljuk az autót, és egyáltalán nem volt könnyű ez a gyorsasági számunkra. Szóval itt van a fiatal Kruda. Nagyon-nagyon tehetséges és nagyon-nagyon jól megy. Az anyagi háttér is rendben van, édesapja Észtország egyik legnagyobb teipari vállalkozója, úgyhogy ezért a sok boci fölfestve az autó oldalára. De mondom, azért hagyta ki gyakorlatilag a szezon elejét, mert iskolai kötelezettségei voltak Carl Krúdának, amiket hát nem tudom pontosan, de remélhetőleg eleget tudott tenni, és most akkor ismét lehetőséghez jut a rally autóban. No. Hatodik idő. Nagyon egy rakáson lesznek ám ott Kopeckijék. Érdekes helyzet fog itt kialakulni hamarosan. Azt gondolom, hogy lesz nagy számolgatás, és hogyha majd így az első kör végére érünk, a következő ugye majd a Pindula lesz. Ez a 18,5 kilométeres gyorsasági, szóval úgy utána azért kialakul az, hogy kinek hol a helye, és ki az, aki még esetleg támadhat, próbálkozhat. Hatodik, nagyon jól kezdtél a gyorsan, aztán vége felé lassultál. Úgy, én is rossz gumit választottam, azt hittem sokkal nedvesebb lesz a gyorsasági szakasz. Ugye gyors vége felé meg elkezdtek elmelegedni a gumik, mondja Kruda. Hoppálá, Andreas Aigner majdnem beköszönt oda a nézőkhöz az árokba. Aigner egy Subaru-val megy, nem csoportos autó, illetve R4-es kocsiról van szó. András Aigner, nagyon sokat láthattuk a világbajnokságon versenyezni. Ráadásul egy nagyon rutinos navigátora van. Ilka Minor személyében. És egy nagyon jó autója. ...2008-ban volt ő egy csoportos világbajnok. Hát kap fél percet, de ez már nem ritkaság. Elég sokan lesznek itt e körül az idő körül. Jelenleg úgy állunk, hogy Henninen vezet... Na hát így állunk. Henninen, Mikkelsen, aztán Kreszta, Kopecky, de ez csak a gyorsasági szakasz. Eredménye Henninen, Mikkelsen, Kopecky, Kreszta... A negyedik, Kruda az ötödik, aztán Flodin, Wiegand és Florian Gonyon. A nyolcadik idő, de hát úgy tűnt, hogy eléggé siettél bent a gyorsan. Igen, mert teljesen rossz volt a gumiválasztás.
on slicks already on the front, but arra tippel, hogy mindenki slicken volt kint, hát ez nem igaz, majd nyilván rájön. Úgy gondolja, az intermédia gumik hibás választásnak bizonyultak, hát meglátjuk, és közben egyébként érkezett ott, ha jól láttam, Tarabus, ki eléggé rajta volt Aigneren, valószínűleg már nem percre indulnak egyébként. Van Tarabus az, Jaromir Tarabus, egy hatodik idő, ez nem rossz. That looked very good. Sixth fastest. Jónak tűnik az időt, yes, hatodik idő. Eléggé siettünk is. Tegnap sajnos slickekkel vágtunk neki a nedves pályának a városban. Okay, slick too, but, és hát most oké, slickek voltak fönt. Majd egy kicsit túl, és onnan már nem hallottuk. Itt pedig jön Mihály Szolovov. Mi is megkapja maga fél percét. Hamarabb közben friss idejemet próbálom nyomozni Václav Pech idejét. Hát eddig 10:53-3 volt Pech ideje, úgyhogy ő sem. The conditions are dry and sunny. Did you expect it? Did you expect the dry sunshine? Ugye számítottál-e az a napsütésre és a száraz pályára? Igen, egész jó volt az autó, de talán kicsit túl puha volt, de tetszett, mondja Szolovov, aki egyébként, hát mondjuk, hogy hobbi versenyző is egy nagyon gazdatán, a leggazdagabb lengyelek közé tartozik. És egyfajta hobbi neki a rally versenyzés. Kostka jön, és egy harmadik időt repeszt Tomás Kostka. Hát rá tényleg oda kell most már akkor innentől kezdve figyelni, mert ő ezt teljesen komolyan gondolja. Rendben van, nem különösebben számítottam, hogy ilyen jó eredményünk lesz. Hát autózok a saját sebességünket, nem próbálunk túl sok kockázatot vállalni. No, hát Tomás Kostka bejelentkezett akkor egy dobogós helyezésért, és itt van Robert Barabő, aki tegnap nagyon jól ment az éjszakai gyorsom a városi pályán. Meglátjuk, hogy most mit tud kezdeni. Ugye Henninen nem fogja megverni, Mikkelsen nem fogja megverni. Negyedik idő. Hát, Barabő és Kostka, én azt gondolom, hát Barabő talán annyira nem, de Tomás Kostka mindenképpen a meglepetés emberek közé tartozik ezen a versenyen. Robert, you gotta be happy with that. Yeah, happy enough. It's very tricky in around the industrial estate, so we didn't take any risks. Ő is azt mondja, hogy nem vállaltak túl sok kockázatot, talán túl puhák voltak a gumik. És hát jönnie kell most egy reklámnak, itt hagyjuk egy picit. Emil Trier, na a legendás Emil Trier, 53-4 éves lehet. Gyári Skoda pilóta volt, és nagyon örülök, hogy képernyőre kerül, mert a 90-es években ugye a favorittal, meg a Feliciával, amíg a Skodának meg volt a VB-s programja, fantasztikusan közlekedett, és hát tényleg nagyon nagy rajongói voltuk, azt hiszem mondhatjuk ezt. Hát most már azért nem tartozik a leggyorsabbak közé, most először ül ebben a Super 2000-es Fábiában, egyébként egy nagy markológépet vezet a hétköznapokon, ez a szakmájából ér, de hát most kapott egy lehetőséget. Az volt a kérdés, hogy mondjon néhány szót a gyorsaságiról, ez az volt a válasz, hogy hát nem beszélek angolul, elnézést, szuper volt a gyors. No, szóval kicsit visszahozták egyébként a csehek vele a múltat és a Skoda hőskorát.
örülök, hogy meg tudtuk mutatni őt is, és hogy képernyőre kerülhetett. A Triner mögött Jaroszláv Orsáknak kell érkeznie, és úgy látom, hogy ez itt Tóth Jarai lesz. Orsák már a célban, jó. Akkor ő sem tűnt el. Ja, ő volt az, aki az N csoportos autók közül a leggyorsabb volt az éjszakai gyorsan. Nem halljuk, hogy mit mond, nem láttuk az idejét sem, majd megpróbáljuk kibogozni. Itt pedig Toshiro Arai, kétszeres N csoportos világbajnok. A Subaru tesztpilótája egyébként Toshi Arai. A Triner ideje már megérkezett. Arai pedig jön egy 11-14-et. De azért érdekes pálya ez, mert vannak részek, ahol a Super 2000-es autók lehetnek előnyben, és vannak részek, ahol a hagyományos N-csoportos autók, vagy az ilyen R4-es autók, mint Arai lehetnek előnyben. Ugye ott, ahol a Super 2000-eseket halljuk folyamatosan tiltáson menni, ott azért az R4-esek még gyorsítanak 2.20-2.30 körül végsebességgel. We have no experience here, so rendelkeznek. Also easy, especially in the some gym kind of stuff and through the village nearby Baragüez. And the tire choice? Yeah, not so bad, but quite soft one. Azt mondja a Toshiro Arai, hogy nincs túl sok tapasztalatunk ezen a versenyen, és hát nem éreztük túl a célosnak a teljesítményünket, különösen a Gymkhana részen, de ott még a gyorsaság elején van egy ilyen szűk rész, hát igen, oda nem annyira való egy R4-es autó. Jelinek, és hát mögötte, Jan Jelinek mögött ott van valahol Jarkko Nikara, akitől azért lehet még várni meglepetést, mert nem látom Orsák idejét. De! Tizedik időt jött Orsák. Ezzel egyébként ő a legjobb N-csoportos autó. Jelinek 18. Szóval Orsák és Nikara csatájára lehet számítani. Én azt gondolom, hogy előzetesen, és hát közülük is Orsák az, aki azért jobb lehet. Stage is very good. It's a lot of spectators. It's a nice atmosphere. And for you driving, slippery or not? No. Tetszett a gyors, hát tetszett nekik, sok nézőt emelte ki Jani Elinek. Meg azt, hogy tetszett neki a gyors. Na, és akkor ő lesz Jarkko Nikara? Nem, ő Steiff. Jó, Nikara egy zöld színű Mitsubishivel próbálkozott. Hát Nikarának valahol Steiff előtt kellene lennie, akkor ezek szerint Nikara vagy nem jön. Vagy én néztem el valamit, és mindjárt utána nézzünk ennek. Tegnap még befejezte a városi gyors, kicsit most megijedtem, hogy mi van akkor, hogyha ott el sem rajtolt. De be is fejezte azt a gyorsot, úgyhogy Nikarának valahol nyoma veszett. Milyen a Subaru Impreza vezethetősége? Ez az autó 4 éve. Mi most csak inkább az élményért megyünk. Elrontottuk a gumiválasztást, valószínűleg a gumiaink majd a következő gyorson fognak működni. Bujacek érkezik. Hát hol van Nikara? Hát ez lesz majd a délután egykor kezdődő adásunk egyik. Stage is very very close. Very very bueno. No. Nem teljesen boldog. Na és itt van Jákes. Miroslav Jákes, aki ugye Steiff autóját terelgeti. De
mindenki adta bérbe, adta kölcsön az autót. Úgy látszik, hogy az időt most nem fogjuk megtudni. How was the stage for you? I think I was bad choice of tires. Nem egy rossz idő egyébként ez. It was a little bit soft, and now I don't know what we will do before Pindula, and we must do something with car. De állítani szeretnének az autón valamit csinálniuk kell, konkrétan ezt mondta a következő gyors előtt, a Pindula gyors előtt. Kudjec jön. És hogyha így haladunk, akkor még pont látni fogjuk Rongi Csatilláékat is, mert már nincsenek olyan nagyon messze egyébként. Úgy ezután Brávik, aztán Kopácsák, és utána már Rongi Csatillának kellene jönnie. Igen, tehát Martin Hugyec egy perc, két másodpercet kap, hát nincs ezzel semmi baj, azért nem, nyilván ők nem azt figyelik, hogy mit ment Henninen, és a jó kedv az garantálta, hogy azt Hugyec integetéséből is láthatjuk. Ez az első gyors milyen volt? Nagyon vízes gumik voltak fenn, nem igazán volt jó ez a gumiválasztás. Megint Nikára közben. Megjön Nikára, és akkor ez egy tizedik idő tőle. Azt mondja 11.03. Ezzel egyébként ők a leggyorsabbak az Production Cup-ban, az N csoportos autók között. Egy másodpercet adtak Orsáknak. Egész jól ment. Nagyon nehéz délelőttünk volt, reggelünk volt, váltott kell cserélnünk. Ugye 5 percet késtek, na akkor ezért nem volt itt Nikara. Úgyhogy az 5 perces késés az elég sok. És nem, pont nem fogjuk látni Rongi Csatilláékat. Hát Nikaráék bal szerencsés délelőttön vannak akkor túl. Késtek tehát 5 percet. Az azért egy olyan hátrány, amit nagyon nehéz összedolgozni a csehekkel szemben. 50 másodperc büntetés jár az 5 perc késésért, percenként 10 másodperc. Ezt azért nagyon nehéz lesz ledolgozni. No, hát a mai első gyorsasági után én azt gondolom, hogy kialakult egyfajta állás. Henninen nyerte ezt a gyorsot Mikkelsen és Kostka előtt. Abszolútban is átvette a vezetést Juho Henninen. Megelőzte Kostkát, 7,3 másodperce van mögötte a cseh. És Barabolé a harmadik hely továbbra is, újabb 7 másodpercre. Barabol, itt látjuk akkor ezt az állást, és akkor Barabol Mikkelsen között csak 2 tized másodperc, Kopecky pedig 3-ra van Mikkelsentől és 5-re Baraböltől, mármint 5 tized másodpercre, tehát nagyon-nagyon együtt vannak. Onnan a harmadik helytől hátrafelé már nagyon-nagyon szoros csata alakult ki így a Pindula előtt, amely gyorsaság egyébként már, én azt gondolom, hogy javában zajlik, sőt lehet, hogy már van, igen, Henninen már be is fejezte. Úgyhogy hát majd beszámolunk erről is, hiszen jövünk vissza egy órakor ugyanezzel a gyorsaságival. Hát sajnos Rongi Csatilláékat nem tudtuk megvárni, úgyhogy ezzel a kis klippel búcsúzom önöktől, de csak egyenlőre, hiszen akkor egy órakor jövök vissza, és jövünk vissza ide
a Barum Rallyra. Köszönöm szépen eddigi figyelmüket, Magyar Bencét hallották, a viszontlátásra, a viszonthallásra.